Mikor még Japánban Satoshi Tajiri a bogárgyűjtésnek szentelte gyermekkorának minden idejét, nem is sejtette, hogy mindez egy 95 milliárd dolláros franchise megikletője lesz a jövőben. Amit ma mindenki úgy hív, Pokémon. Mára már kultikussá vált ez a történet, ahogy Satoshi a gyerekkori élményétől inspiráltan rápillantott fiatal gyerekekre, akik egy linkkábellel összekötött Gameboyaikkal játszottak, és Satoshi elképzelte, ahogy ezen a kábelen keresztül a bogár barátai az egyik Gameboyról a másikra vándorolnak, és az élménytől ittasan az ötletével a Nintendohoz fordult. Ahol első körben megmosolyogták, és vissza is utasították volna, ha nem lép közbe a Mario és a Zelda játékok megálmodója, Shigeru Miyamoto, és az éles jövőbelátása nem ismeri fel az ötletben rejlő potenciált. Ha nincs ez a kultikus pillanat, a Pokémon játékok alapötlete Satoshival együtt kisétál az ajtón, és soha nem játszhattunk volna a zsebszörnyek hadával, és nem ismertük volna meg a szintén kultikus mondatot, szerezd meg hát mind. Így hát az első Pokémon játék 1996-ban jelent meg. A Pokémon általában két verzióban jelenik meg, pár apró különbséggel. Majd pár évvel, a megjelenés után kijön egy harmadik, bővített verzió. A Pokémon játékokat generációkra szokták osztani. A megjelenés szerinti időrend szerint osztanak fel. Mindig, amikor a fő játékhoz folytatás készül, új Pokémonokkal, szereplőkkel és a játékmenetbeli fejlődésekkel, a játék új generációjának számít. A fő játékban, spin-offokban, az animében, a mangákban és a kártyajátékokban mindig megjelennek ezek az újítások és az új Pokémonok. A sorozat jelenleg a 8. generációjánál tart. A Pokémon sorozat első részei a Pocket Monster Aka és Midori Game Boy játékok voltak Japánban. Ezek a játékok nagyon népszerűnek bizonyultak, így egy feljavított verzió IO is megjelent, majd később újra programozták őket Pokémon Red és Blue címen, és kiadták őket az USA-ban és Európában. Pokémon Yellow bő két évvel a két eredeti verzió után jelent meg, ami egy különleges verziója az alapjátékoknak. A Red és a Blue verzióból később Pokémon Fire Red és Leaf Green nevű remake készült Game Boy Advance-re 2004-ben. De pár szót a játékokról. A játékos a főszereplőt felülnézetből irányítja, és a játék célja minden idők legnagyobb Pokémon mesterévé válni. Ehhez pedig 8 jelvényt kell gyűjtenünk a Pokémon edzőtermek vezetőitől, majd ezután le kell győznünk a 4 legjobb edzőt, az Elit 4-est. Végül pedig a régió bajnokával kell megküzdenünk, hogy bejussunk a dicsőségek csarnokába. A játék másik célja kitölteni a Pokédexet, egy high-tech enciklopédiát, ehhez el kell fogni mind a 151 Pokémon. A Red és Blue verziók a Game Link kábel segítségével kommunikálnak egymással. A Pokémonok csereberéjét és az egymás közti küzdelmet oldhatjuk meg így. A két játék nem függ egymástól cselekményben, külön-külön is játszhatóak, de a 151 Pokémon összegyűjtéséhez mindkettőre szükség van. A Red és Blue verziók nagyon pozitív kritikát kaptak. Több millió példányban kelt el belőlük világszerte, 2009-ben bekerültek a Guinness rekordok könyvébe, mint a legtöbbet eladott játék Game Boy konzolra, és minden idők legtöbb példányában elkelt RPG játék. A feljavított Red és Green változat, Pokémon Yellow Special Pikachu Edition képes volt a Game Boy Color színpalettájának használatára. Spin-off játékok. Spin-off játékok az első generáció alapján a Pokémon Pinball, a Pokémon Trading Card Game, Game Boy Color adaptáció, majd Nintendo 64 játékgépre a Pokémon Snap címmel egy fényképész szimulátor, majd a Pokémon Puzzle, és később egy háromdimenziós küzdőjáték a Pokémon Stadium címmel.
de ezekről beszéljünk majd később részletesebben a következő videóban. Ha tetszett a videó, kérlek jutalmazd egy lájkkal, vagy iratkozz fel a csatornára, vagy ha kommentelnél, kérlek kommenteljél bátran, mert lehet, hogy ebből a videóból esetleg valami kimarad. Addig is jó játékot kíván, és jó Pokémon gyűjtögetést a Konzolmajom Games csapata. Sziasztok!